Az eddigi tudományos ismeretek alapján az élelmiszerek és azok csomagoló anyagai nem játszanak szerepet a koronavírus terjedésében. A vírus elsődlegesen cseppfertőzéssel közvetlenül emberről emberre terjed. Élelmiszer közvetítette fertőzés nem fordult elő. Az otthoni ételkészítés során fontos betartani az általános higiéniai szabályokat. Az élelmiszerek hőkezelése ugyanis megöli a vírust, amely 60 Celsius fok felett elpusztul, így már pár perces forralás, illetve sütés is fertőzőképtelenné teszi. Fontos felhívni a figyelmet az élelmiszerrel foglalkozó vállalkozásoknak, hogy nézzék át és tartsák be a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján található vírusbiztonsági szabályokat a fertőzési források kialakulásának megőrzése érdekében. A magyarországi élelmiszerelőállító üzemekre általában is különösen szigorú biztonsági szabályok vonatkoznak. A járvány alatt azonban különösen fontos ezek betartása, illetve betartatása. A fogyasztóknak is ajánlott, hogy keressék fel a Nébik honlapját, ahol hiteles tájékoztatást kaphatnak az élelmiszerekkel kapcsolatos vírusbiztonsági kérdésekről.